A fai lakótelepi postahivatal ajtaján található értesítés is tudatja a szolgáltatást igénybe venni akarókkal, hogy november 12-től ez a hivatal is bezárt. De nem csak ezt, hanem a Majosít is bezárta az üzemeltető azzal az indokkal, hogy a megemelkedett energiaárak mellett csak egyetlen postát tudnak működtetni a városban. Szerettük volna minél hamarabb megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan tud az önkormányzat segíteni ennek a szolgáltatásnak a további működtetésben a városunkban. Ennek érdekében haladéktalanul felvettem mind a posta vezérigazgatójával, mind pedig dr. Fónagy János államtitkár úrral a kapcsolatot. Az elhangzott információk alapján a tárgyalások következtében azt a tájékoztatást kaptam, amit írásban is kértem, hogy a Magyar Posta egyetlen egy posta visszanyitását engedélyezi és vállalja. A felmerülő üzemeltetési költségeknek a felét kell vállalnia az önkormányzatoknak, aki szeretné újra nyitni a postáját, így a Bonyhádváros önkormányzatának is. Tehát itt konkrétan nem a rezsi költségekről beszélünk, és azoknak a feléről, hanem valamennyi az üzemeltetéshez szükséges költség feléről. Ez a Bonyhádi 3-as posta tekintetében éves szinten 18,7 millió forint plusz áfa, ami meghaladja 23,5 millió forintot. Ebbe bele kell érteni béreket, pénzszállítási díjakat és minden mást a rezsiköltségeken felül. A tárgyalások kiterjedtek arra is, hogy a Majosi hivatalt is kinyissák, ám ezelől a tulajdonos elzárkózott. Tehát sok-sok feltételt szabtak, köztük azt is, hogy hiába vállalná mindkét postának az újranyitásának a teljes költségét az önkormányzat, akkor is csak egyet támogatnak. Ezért a döntés a nagyobb forgalmú posta újranyitása mellett szólt. Rendkívüli testületi ülés döntött arról, az önkormányzat felvállalja a költségeket a Fáy utcai postafiók megnyitása érdekében. Ezt a kötelezettséget nem a téli időszakra, hanem konkrétan 18 hónapra kell vállalnia valamennyi önkormányzatnak, tehát 2024. június 30-áig. Az 18 hónap, 23-as költségvetési évet tekintve az előbb említett nagyságrendileg 23,5 millió forint, és további fél éven keresztül még 11,7 millió forintról beszélünk. Tehát mindösszesen a képviselőtestület döntése alapján 35 millió forintot meghaladó támogatásban tudjuk részesíteni a Magyar Postát annak érdekében, hogy ez az újranyitás január 2-től megszülessen. A döntés hatására január 2-án ismét fogadja az ügyfeleket a Fáy lakótelepen üzemelő postahivatal.